Kosik Anita Carmen szerepében próbál a Móricz Zsigmond Színházban. A Prosper Mary May kisregénye alapján készült darab főszereplője egy végzetes monzerejű cigánylány, aki bele szeret Hozzéba. Nagyon jó, nagyszerű szerep, nehéz szerep, ilyen szembesítős szerep, tehát nem bujkálhatok, hogy itt most így eljátszogatok valamit, aztán majd hazamegyek, és minden oké, hanem vagy oda teszem, és kirakom a szívem, meg a vérem folyjon, vagy nem ér az egész semmit. A férfi főszerepet Nagy Idai Gergő alakítja. A darabban Hozzé egy egyszerű katona, akinek mindössze annyi a vágya, hogy a legjobb szolgálatot nyújtsa a seregben, azonban keresztezi az életét Carmen. A próbák 3 napja kezdődtek. Most kapcsolódott bele a Dányi Andrea a próba folyamatba, ebbe is forgattatok bele, igazából az ő munkájába kaptatok betekintést. Hát most már úgy, ha szépen haladunk előre most már, tehát így húzzuk rá azokat a pluszokat, amik majd egyedivé fogják tenni ezt a Carment. A Carmen egy szenvedélydús dráma, a nyíregyházi feldolgozás érdekessége, hogy egy intim térben, a művésztúdióban meséli majd el a szerelmes történetet. Ugye az nagy kihívás, de mindig nagy nehézség, és amikor az ember novellához, kisregényhez vagy regényhez nyúl, hogy ezek narratív történetek ugye a műfajból adódóan, tehát mesélnek. És ugye nyilvánvaló az ember például azért nyúl egy Carmenhez, mert nagyon sok drámaiság van a történetben, vannak benne feszültségek, csomópontok, összecsapások, konfliktusok, aminélkül ugye egy dráma nem lehet el, vagy hát el lehet, de azért akkor elég nehéz színpadra tenni. Tehát nekem adaptálóként ezeket a csomópontokat kellett megragadnom, és színpadi történetté formálnom, színpadi történéssé sűrítenem. A darab bemutatója szeptember 29-én lesz annyira egy házi Móricz Zsigmond Színházban. Helyik volt Carmen!